Ugyan bele nyugodtan ebbe. Jó, ez tökéletes. Lebőgjük őket. Összebőgjük. Lush on time. Lots of
széket, a szék jó helyen van. Nem kéne rámenni. Visszapillantó, az dísznek van. Kedves közönségük, tehát elindult a verseny, és az első versenyzőnk Plébán Balázs Réka nevű sinka kutyájával. Réka egyébként nemrég fejezte be a szoptatását egy kis sinka alomnak. Ezzel együtt lehet látni, hogy milyen temperamentumos kis kutyáról van szó. Balázzsal egyébként egy nagyon szép párost adnak. Plébán Balázs még egyszer a pályán, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy az első versenyzőnek mindig nagyon-nagyon föladja a leckét az, hogy egy teljesen szilaj csapatot kéne végighajtson a pályán, ami azért nem egyszerű feladat. Az első négy versenyzőnek mindegyiknek egy-egy nyers falkája lesz, és hát ez azt jelenti, hogy majd az ötödik versenyző lesz úgy, hogy egy új falkát fog kapni. Azt szeretném kérni a segítőktől, akik hátul vannak, látom, hogy ott egy jumár össze-vissza kolbászol egy olyan helyen, ahol nem kéne, tehát három darab 15-ös falkának ott rendelkezésre kéne állni hátul, akiket megkértem, hogy segítsenek, azokat kérném, hogy ott rendezzék el ezt, hogy amikor elindul a következő versenyző, akkor ismét egy 15-ös falkával indulhasson. Az idő közben ketyeg, közben kérdezem a bírótól, mert én lemaradtam a versenynek a szintidejét, mennyiben állapított. 13 perc, ez az időmérés akkor indult el, amikor a versenyző megérintette a kaput nyitási szándéka, és hát Balázsnak és Rékának is már jócskán ketyegett az idejéből. Nyilván csak azokat a elért pontokat lehet majd összeadni, amely akadályokat a versenyző teljesített. Mint mondtam, a mai nap során a Hortobágy örökös pásztorai is pontoznak, és az ő bírálataik alapján is majd az eredmény bele fog számolni, hogy ki és mit ér el. Eddig azért lehetett látni, hogy az a szilaj csapat az úgy indult meg, hogy úgy indult meg, hogy hát vissza-vissza akar tévelyegni a többi juhoz. Ez majd minden versenyzőnél föladja a leckét. De hát ennek érdekében egy nád szövet sort raktunk oda a pálya szélére, hogy legalább ne lássanak össze a jószágok. De hát a mai nap története az körülbelül úgy nézne ki, hogy a juhászunk, aki elindul a versenyen, az vásárolt magának 15 darab juhot, és ezt egy nagy falkából haza kéne hajtsa. A 15 juh, ez még nem a vége volt, ez egy véletlen kolompolás volt. Kérném szépen ugatókutyákat, kolompokat innen a közelemből a mikrofontól hátrébb helyezni. Tehát az a lényege, hogy elpróbáltuk keríteni a juhokat, hogy ne lássanak össze, ezzel együtt vonzák egymást elég rendesen. Hát főleg ez a nap elején okoz majd problémát, a későbbiekben, amikor lecsendesülnek kicsit a juhok és rájönnek, hogy mit is várunk tőlük, talán egyszerűbb lesz. Ezért is sorshúzás volt a versenyen. Igen, tehát közben információt kaptam, hogy a kolomb azért szólt, mert a versenyző kérésére a bíró a teljes futamidő letelte előtt 3 perccel megcsördíti egyszer a kolompot. Ez a jelzés a versenyzőnek szól, hogy figyelnie kell az időgazdálkodással,
ugyanis ha legalább a behajtást megcsinálja, akkor az azért járó pontokat még begyűjtheti, ha nem, akkor elveszti azt a pontot is, amit ezért kaphatna. Én át fogom adni a szót most Vanyó Sándornak, mert úgy látom, hogy ott hátul el fog kelni a segítség a juhok körül, mert ott valami létszám probléma van. De hamarosan ezt is megoldjuk, kérném Hetzendorfer Istvánt, hogy ide a kapuhoz, vagy itt a környéken legyen, készüljön föl. Őt követi majd Péter fia Zoltán egy mudival, tehát most láttunk egy sinkát, őt fogja követni majd egy mudi, és azt követően meg egy pumit látunk majd, tehát már itt... No kérem szépen, a behajtás sikerült, annyit kérnék Balázs, hogy azt a szalagot akkor vedd le és megyek hátra, segítek, következő versenyző fölkészül.